errefelé mi nem is jártunk ma. Szervusztok! Hello, bello! Az a baj nekem, hogy csak egy kezem van. Szia! Hó, hát egy elég komoly kreatív és művészeti ágazatot érkeztünk. Mi mindig a BKSZT-nél vagyunk szerintem, a Komplex Szakképzési Centrum berkein belül vagyunk. Legalábbis jól tévedek-e, ha azt mondom, hogy igen. Szervusztok! Hello! Kihez van szerencsém? Kovács Anita vagyok, a magyar-angol szakos tanár. A Modell Divat iskolában tanítok. De nem angolt. Angolt is, és magyar. Hogy angolt is tanítasz a Modell szakos suliban a diákoknak. Én készültem, majdnem magyar-angol tanár lettem. Csak én a Juhász Gyulán akartam elvégezni a sulit Szegeden, mert ott szépek a lányok nagyon, de nem ezért akartam menni Szegedre. Én is majdnem magyar-angol tanár lettem, de aztán valamiért úgy döntöttem, hogy nem. Szerintem azt hiszem a távolság volt a meghatározó alapvetően, de most már bánom. Megmondom őszintén, most már bánom. Egy kicsit avasd minket, hogy alapvetően ti mivel foglalkoztok. Ha jól tudom, akkor ilyen hasonló, elég extrovertált szetteket láthattunk ma a színpadi performanszok során. Az, hogy egy angol és magyar tanárként tanítasz, de most éppen nem azzal foglalkozol. Most éppen mit csinálsz? Hát most van bőripari képzésünk, ruhaipari képzés, ruhaipari technikus képzés. Erről bővebben ő tudna így beszélni ezekről a... Szervusz! Szervusz! Az lenne a kérdésem, hogy ott alapvetően mivel foglalkoztok, és pontosan mit lehet nálatok kipróbálni? Jó. Előtöltek el rajta a sizabámintal, utána kell pontosan lyukattól, és rákják a milyen valami kell. Ezt tudom, mi ez a elég nehéz dolog, nem tudom, mi műanyag vagy gumi, és akkor ezen kell így kázi kalapálni, ugye? Igen, kalapálni, mert akkor lyukattól kellene, akkor könnyen kalapálni, akkor így. Utána, ami a gombból kell sűrni, és össze kell sűrni a gombból, csak kettőt a kérek gombból, és ha megy valaki, és vajon utára kell öttel nyomolni a gombból. És mi lesz ebből egyébként? Mert nekem ez ilyen, hát mondanám, hogy karkötő, valami kardísz, vagy mi ez egyébként pontosan? Ezt miként lehet hordani? Hát kikaiből, nem sokféle állakot. Ez olyan, mint egy bagoly, nézd. Ez a macska. Ez ugye a macska, tényleg, bocsánat. Tényleg olyan. De jó, ez nagyon komolyan néz ki. És akkor ti alapvetően most itt gombot, hát vartok is, meg vágtok, meg minden. Bármi kutya és macska, mitjeny, majó. Itt elmondanám itt a nézőknek gyorsan, akik itt követik az élőadást, hogy ez például egy fülhallgató tartó, macska fejjel, tehát macska fejszerű fülhallgató tartó. Az mennyire kreatív már, nem? Zseniálisak vagytok. Nagyon szépen köszönjük, sok sikert tettek, holnap találkozunk, úgyhogy mindenképpen várunk titeket majd vissza a standdal, és a különböző portékákkal, mi pedig robogunk tovább.